Sokan várták már ezt az időpontot, hiszen több éve szervezik meg az érsekkerti koncertet, kialakult a törzsközönség. Közel 15 megyéből érkeztek a nézők. Megvan egy olyan oldala is, hogy ez kötelezi az embert arra, hogy mindig megújuljon, vagy új ötleteket dobjon fel, vagy igazándiból, hogy tényleg szerkesszünk egy olyan műsort, amit még esetleg nem hallottak. Hát most nagyon igyekeztünk, ez egy ilyen kis vegyes felvágott menetben, aztán tényleg mindenféle lesz. Nagyon reméljük, hogy jövőre is kedvet kapnak az emberek, és szeretnénk, ha ez a kalocsa mindig lenne egy rang, ugyanakkor mindig egy kellemes szórakozás a nézőknek is. A hosszú hallgatás után a több évtizedes rutinnal rendelkező művészekben is dolgozott a druk az első fellépéseken. Minden koncert előtt van benne egy kis druk, de valóban az első koncert, az első fellépés a karantén után az, hát hogy is mondjam, vajon tudom-e még, amit csináltam eddig? Tehát volt sok olyan kérdés merül föl az emberben, hogy vajon a közönség hogy fogja fogadni, meg szoktak-e már nélkülünk létezni, tehát ez sok-sok ilyen kérdés, de hála Istennek itt Kalocsán is azt látjuk, hogy ugye korlátozott létszámba lehetett nézőket beengedni, de az a korlátozott létszámba viszont gyorsan elfogytak a jegyek, úgyhogy úgy tűnik, hogy még kíváncsiak ránk, és várják ezeket az eseményeket. Musical dallamok mellett olyan dalok is elhangzottak, mint a Darabokra törted a szívem, vagy az István a királyból a Szájfel szabad madár a Sturz Mol Band közreműködésével.